303 napja tart, tehát a mai nap is van demonstráció, és úgy gondoljuk, hogy az, ami Magyarországon történik, az egy kicsit időutazás most a múltba. 23 évvel ezelőtt éppen Lipcsében és Németországban történtek dolgok, ahol az emberek kimentek az utcára, és azt mondták, elég volt, nem félünk, nem lehet elhallgatni minket, nem lehet elhallgatni a valóságot. Ez nagyon abszurd érzés Magyarországon azt látni, hogy 23 évvel ezek után, az események után Magyarországon olyan dolgok történnek, amit én nem akartam soha többé megélni. Azt hittem, hogy ilyen egy demokráciában többet nem történhet már. Ja, man kann sagen, dass diese Demonstrationen weitergehen seit vielen Tagen. Und in Ungarn ist es erstaunlich, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir eigentlich dachten, diese Dinge gehören der Vergangenheit an. Was ich damit sagen will, wir erinnern uns alle an die Demonstrationen und an die Aufstände 1989 hier in Leipzig, die begonnen haben, als die Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, genug, es reicht, wir wollen so nicht weitermachen, wir wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es ist erstaunlich, dass heute Dinge dieser Art in Ungarn, 23 Jahre danach, passieren können, wobei wir eigentlich dachten, dass wir in einer Demokratie leben würden. Mi, amikor elkezdtük ezt a demonstrációt, úgy gondoltuk, hogy elfogadhatatlan nekünk, mint újságíróknak, hogy manipulálják, cenzúrázzák a híreket, hogy olyan propaganda gyárnak használják a köztelevíziót az adófizetők pénzéből, aminek az lenne a feladat, hogy a embereket tájékoztassa. És mi kiálltunk oda, nem tudtuk, meddig tart egy éjségsztrájk, és aztán jöttek mások, csatlakoztak hozzánk, akik szintén úgy gondolták, hogy ez egy elfogadhatatlan, tarthatatlan helyzet. Szerintem a képek is magukért beszélnek, abszurd egy Európai Uniós demokráciában, hogy ilyen dolgok történtek. És hát remélem, hogy az újságírók is tenni fogják a dolgokat, amikor a magyar miniszterelnök idejön csütörtökön, és felteszik azokat a kérdéseket, amelyeket ma Magyarországon sokan újságírók nem mernek feltenni. És én úgy gondolom, és úgy éreztük, én nem akarok olyan országban élni, ahol az újságíró nem teheti fel azt a kérdést, amit fel kell tennie. És bár Mexikó messze van, de ismerem a mexikói körülményeket, hiszen voltam ott feleségem mexikói. Egy dolog biztos, hogy közös ezekben az országokban, hogy az újságíróknak ahhoz, hogy tenni tudják dolgokat, nem szabad félni, nem lehet félni. És ez mindenkori államnak, kormányzatnak a felelősség, hogy az biztosítsa, hogy az újságírók félelem és cenzúra nélkül tehessék a dolgukat. És egy elég döbbenetes, hogy Mexikó és Magyarország között ebben a tekintetben is nagy különbség. Ja, vielen Dank. Und ich möchte noch einmal sagen, wie wichtig auch diese Demonstrationen sind. Und man hätte gedacht, dass es nicht möglich wäre, dass heute in einem Land wie Ungarn das öffentlich-rechtliche Fernsehen als Propagandainstrument missbraucht wurde, dass öffentliche Gelder, Steuergelder ausgegeben würden für Fernsehen, für öffentlich-rechtliche Medien, die ja eigentlich dazu da sind, die Menschen richtig zu informieren. Stattdessen werden Medien verfälscht und es findet Zensur statt. Das ist meiner Meinung nach ein unhaltbarer Zustand. Die Bilder in diesem Film haben das gezeigt, haben die Absurdität uns vor Augen geführt, dass so etwas innerhalb der Europäischen Union in einem demokratischen Land wie Ungarn stattfinden kann. Als Journalisten, wie schon erwähnt, haben wir die Aufgabe, das aufzuklären und Fragen zu stellen. Ich möchte darauf zu sprechen kommen, dass am Donnerstag der ungarische Ministerpräsident hier sein wird. Und es ist wichtig, solche Fragen aufzuklären, damit keine Zensur, keine Manipulation stattfinden kann. Ich kann nicht in einem Land leben, in dem wir solche Fragen nicht stellen dürfen, in dem die Medien verfälscht werden. Und ich denke, das ist etwas, was wir mit Mexiko gemeinsam haben, das ist angesprochen worden, dass wir als Journalisten einfach keine Angst haben dürfen, sondern dass wir diese Fragen stellen müssen, dass wir aufklären müssen. Es ist die Aufgabe der Regierung, dies möglich zu machen und nicht unsere Fragen oder unsere Informationsbeschaffung mit Zensur zu beschneiden oder gar zu verfälschen. Das ist eine der vornehmsten Aufgaben, die sowohl in Mexiko als auch bei uns in Ungarn als Journalisten zukommt. Haben Sie das haben wir dort bei Jürgen Schieder, Hungersnöte, nicht
303-nak ott vagyunk, és azóta a helyzet nem sokat változott. Megkérdezik mindenki, hogy meddig fogjuk folytatni a trókatozást. Addig, ami nem lesznek olyan körülmények, hogy ne kelljük attól félni másoknak is, hogyha leírja az igazat, ha feltesz az igazi kérdést, akkor kirúgják, eltávolítják munkahelyről. Egy nagyon jellemző dolog az, hogy 303 napja bezárva van a magyar közmédia főépülete, és erről az eseményről a sajtó, a magyar sajtó körülbelül 80%-a szinte egyetlen egy anyagot sem készített, vagy legfeljebb egyet a 303 nap alatt. Szerintem ez is jelzi, hogy milyen súlyos problémák vannak. És még egy dolgot el kell mondani, ez nem csak újságíró tiltakozás most már. A ottani demonstrálók, akik most is ott vannak ezekben a percekben, is egy kicsit rossz érzés nekem, hogy én itt beszélek és mutatunk díjat, de hát az ő nevükben vesszük ezt át. Ők ott vannak és tartják a frontot. Többségük már nem újságíró, hanem vannak köztük színészek, orvosok, mérnökök, egyszerű háziasszonyok, 5 gyerekes anyák, talán ugyanaz, ami 23 évvel ezelőtt itt megtörtént Lipcsével és Németország, Kelet-Németország más városaiban, hogy a társadalom széles rétegét képviselő emberek úgy gondolták, hogy elég volt, és a mi tiltakozásunk szerintem egy szimbólum sokat számára, hogy egyszerűen ezt így nem lehet tovább folytatni. Elegünk volt, azt akarjuk, hogy valódi demokrácia ne csak szavakban legyen, ne csak politikai nyilatkozatokban, hanem a mindennapokban is. És hát újságírás nélkül, tehát az információ nem jut el, akkor gyakorlatilag ugyanaz történhet más államokban. Lehet, hogy formálisan megmarad a demokrácia kerete, de el szoktam mondani utolsó mondatként, hogy én hiszem, az kicsit populistának hangzik, de hogy valódi sajtószabadság nélkül nincs igazi demokrácia, és igazi demokrácia nélkül nincs igazi sajtószabadság. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, dauert dieser Hungerstreik jetzt seit 303 Tagen insgesamt an. Die Frage ist, wie lange soll er noch andauern? Und er soll genau so lange weiter andauern, bis die Bedingungen geschaffen sind, dass wir als Journalisten und in der Presse keine Angst mehr haben müssen. Dass wir keine Angst mehr haben müssen, unsere Arbeitsplätze zu verlieren oder anderweitig unsere Rechte als Journalisten beschnitten werden können. Dieser Kampf, dieser Hungerstreik dauert, dieser Kampf oder diese Demonstration vor dem Hauptgebäude des öffentlichen rechtlichen Fernsehens in Ungarn dauert weiterhin an. Und in der ungarischen Presse kann man beobachten, dass mehrheitlich zu etwa 80% niemand sich traut, etwas dazu zu sagen oder darüber zu berichten. Was ich gesagt habe, es sind Menschen dort vor dem Gebäude. Auch jetzt sind Menschen dort, die demonstrieren, die quasi dort an der Front stehen. Und ich fühle mich heute ein bisschen schlecht, dass ich nicht ihnen beistehen kann, sondern stattdessen hier bin und Fragen beantworte. Es sind nicht nur Journalisten da, und es ist auch nicht nur unsere Aufgabe. Es sind dort Schauspieler, Ärzte, Menschen aus allen Berufen, Ingenieure, Hausfrauen, Mütter, genauso wie hier vor 23 Jahren in Leipzig. In Leipzig und auch in anderen Städten, wo die kleinen Leute gezeigt haben, dass sie dagegen sind. Wir haben ein Beispiel gesetzt und haben gezeigt, dass es reicht, dass einfach genug ist mit dieser Schande. Und es geht dabei nicht nur um Worte, es geht um Taten. Es geht um Taten, die jeden Tag bewiesen werden müssen. Die Informationen müssen so beschafft werden und auch weitergegeben werden, wie es in einem demokratischen Staat richtig ist. Und vielleicht hört sich das jetzt etwas populistisch an, wenn ich sagen möchte zum Abschluss, dass eine wahre Demokratie nur dann existieren kann, wenn es auch eine wirkliche Pressefreiheit und eine wirkliche Berichterstattung gibt. Und diese ist nur möglich, wenn die Presse auch tatsächlich frei arbeiten kann. Frau Szabó, die Kollegin hat gerade angedeutet oder erwähnt, dass der ungarische Ministerpräsident in diesen Tagen in Deutschland zu Gast sein wird. Welche Erwartungen haben Sie und vielleicht andere ungarische Journalisten denn an die Politik anderer Länder, zum Beispiel an die deutsche Politik, wenn ungarische Politiker in Europa, in der Europäischen Union, andere Politiker treffen? Hätte
Én viszonylag rövidebben szoktam beszélni, és egyébként is most csak egy mondatban, Balázs már mindent elmondott előttem. Szeretném megköszönni ezt a díjat, nagyon nagy megtiszteltetés, és azok nevében fogjuk átvenni, mint Balázs mondtam, akik a mai nap is ott demonstrálnak a közmédia székháza előtt. Szóval köszönöm, illetve köszönjük szépen. És akkor utána válaszolok a kérdésre. Ich möchte zunächst einmal nur ganz kurz antworten und mich in einem Satz zusammenfassend äußern, aber erst einmal herzlichen Dank für diesen Preis, den Balázs und ich hier gemeinsam entgegennehmen. Balázs hat ja schon das meiste gesagt und den wir auch stellvertretend entgegennehmen für die vielen Menschen, die uns unterstützen. Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich. Jetzt werde ich auf die Frage antworten. So, igazi elvárásaim nincsenek, mert egy újságírót az mindig belülről kell, hogy hajtson valami, tehát hogy igazából feltegye azokat a kérdéseket, ami őt igazán érdekli. Tehát ezért is viszonylag nehéz válaszolnom. Azt mondom, hogy örülnék, hogyha például a német kollégák rákérdeznének a magyar sajtószabadság helyzetére, illetve arra, hogy mi a véleménye a meghatározó politikusainknak a mi demonstrációkról, mert az, ami Magyarországon nem éppen fontos, hogy elhallgatják, vagy a közmédia is elhallgatja, az, mint most is látjuk, külföldön itt fontos lehet, és fontos is. Ja, ich würde mich darüber freuen, wenn auch die Journalisten, die hier sind, Fragen stellen würden dann an unsere Regierung, wie es eigentlich mit der Pressefreiheit aussieht in Ungarn, wie es mit den Demonstrationen dort aussieht. Und das ist etwas, was wichtig ist, dass auch das Ausland mitbekommt, was in Ungarn passiert und dazu Fragen gestellt werden. So just, can Edward? Ja, ich habe eben gesagt, was ich sage. Ahogy Németországban is 23 évvel ezelőtt a németeknek kellett megoldani saját problémákat, hiszem és vallom, hogy Magyarországon is ez kell. Ugyanakkor egy család része Magyarország, az Európai Unió, az, hogy milyen díjat kaptunk és korábban kaptunk évelején Olaszországban is, az év nemzetközi riportere díjat, azt jelzi, hogy Európai Unió nem csak a gazdasági együttműködésről, nem csak euróról szól, hanem egy közös értékekről, közös alapgondolatokról, amelyekhez mindenkinek tartani kell magát. A mi véleményünk szerint független attól, hogy milyen színezetű politikai kormány van itt a hatalmon, és ha valaki ezeket az értékeket semmibe veszi, legyen szó sajtószabadságról, alkotmányos alapelvekről, akkor szerintem az Európai Unió minden államának, vezetőinek az a kötelessége, hogy politikai holtartozástól függetlenül egyértelműen jelezze, hogy ezek a dolgok elfogadhatatlanak. Ezt várjuk Németországban is, függetlenül attól, hogy mondjuk jobboldali kormány van most éppen hatalmon, vagy más országban is. Ez nem egy politikai állásfoglalás, hanem az alapelvek. Az Európai Unió értékhez való ragaszkodás, és annak a valódi képviseletének a kérdése. És ebben a tekintetben szerintem az üzenetnek minden országban, minden Európai Uniós államnak egyértelműnek kell lennie. Ja, ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Genauso wie hier vor 23 Jahren in Leipzig gezeigt wurde, dass die Menschen ihre Probleme selbst lösen wollen und das auch können, müssen wir das natürlich auch in Ungarn tun und wollen das auch in Ungarn tun. Allerdings ist Ungarn auch Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und als Land, der Mitgliedstaat der Europäischen Union, sind wir alle verpflichtet, diese europäischen Werte hochzuhalten. Wir konnten das schön sehen, wir haben glücklicherweise auch in Italien einen Medienpreis bekommen und auch der Medienpreis heute hier ehrt diese Werte. In Europa geht es um den Zusammenschluss vieler Länder und es geht nicht nur um die wirtschaftlichen Interessen oder um den gemeinsamen Binnenmarkt. Nein, es geht um die gemeinsamen Werte und für diese gemeinsamen Werte kann sich jeder Mann unter uns einsetzen und muss das auch tun, egal ob er politisch links oder eher rechtsgerichtet ist, unabhängig von jeder politischen Couleur. Die Pressefreiheit ist ein Instrument, ein wichtiges Instrument, was auch die Regierungen stützen müssen. Das ist eine Aufgabe, die in allen europäischen Staaten wichtig ist. Das wollte ich noch hinzufügen. Und wir erwarten auch,
dass das in Deutschland weiter hochgehalten wird, dass diese Werte gestützt werden und dazu die Nachrichten in einem solchen Zusammenhang arbeiten können, dass sie auch wirklich wahrheitsgetreu Informationen beschaffen und weitergeben können. Ja, herzlichen Dank Ihnen beiden. Meine Damen und Herren, Afrika ist aus Afrika ist aus europäischer Sicht